A Domboli Országos Kajakenu Vidékbajnokság nagyon sok futamából kiemelendő az ifjúsági kajakos fiúk között zajló különverseny mind 500 és 1000 méteren. A két fiatal ember ugyanis egy már tavaly bizonyított remek párost alkot az ifista kajakosoknál, és ezúttal igen élesben egymás ellen versenyeztek egyéniben az aranyért a vidékbajnokságon. Előbb a tolnai kajakkenu ese új generációs tehetsége Nagy Raúl örülhetett, aztán a szombati verseny másnapján jött a revans, Kövesdi Patrik, a VVS-i versenyzője visszavágott párostársának, igaz, az előző napon a tolnai srác hajója érkezett elsőként a célba. A dolog pikantériája, hogy mindkét fiú abban a számban nyert, amelyben papíron a másik erősebbnek, jobbnak tűnik nála. Meglepetésnek számít, hogy bizony Nagy Raúl előző napi 500 méteren elérte győzelme. A középfutam az rosszul sikerült, és azt hittem, hogy a döntőse lesz valami jó, de aztán meg tudtam nyerni. Aztán 1000 méteren vágott vissza másnap Kövesdi Patrik tolnai társának. Sokkal jobban sikerült a rajtom, mint 500 méteren, és elég erős utazó tudtam jönni, és maradt még a végére is erőm. Raúl az utazó tempóban most is előttem volt, és a végén tudtam csak nyerni. Párosban ezen a versenyen nem ülhettek össze, de olybá tűnik, hosszú távra szólóan is egymásra talált a két fiú, akik gyakorta utaznak majd egymáshoz közös felkészülésre. Most Patrik maradt pár hétre Tolnán. Szerintem nagyon jól működik az 1000 méter párosunk, mert mind a ketten nagyon jók vagyunk. Nagyon jól össze tudtuk rakni azt, hogy milyen taktikával menjünk, ami mind a kettőnknek jó volt. És igazából úgy találtunk egymásra, hogy szerettem volna keresni magamnak egy gyors párt, és viszonylag ugyanolyanok vagyunk, tehát ugyanolyan gyorsan kajakozunk mind a ketten. A párostárs Kövesdi Patrik pedig megnyerte az 500 métert a tavalyi olimpiai reménységek versenyén. Én mindenféleképpen szeretnék hosszabb távra tervezni a Raúllal, és az edzők is úgy gondolják, hogy jó páros leszünk. Nagy a konkurencia harc már az ifiknél is idehaza, a világon utánpótlás fronton is a legjobbnak számító magyar kajakkenuban. Egy több, mint ígéretes páros már a láthatáron, akik a jelekből ítélve külön-külön is domboríthatnak majd.